can drag me down. All my life, you stood by me when no one else was ever behind me. All these lights, they can't blind me. With your love, nobody can drag me down. All my fodrásznak kezdtem tanulni, azért, mert anyukám azt mondta, hogy kísérd már el a húgodat. Egy évig dolgoztam egy bizonyos ilyen kisebb helyen, hogy megnézem egyáltalán, hogy mennyire megy, mennyire tetszik, hogy tudok egyáltalán kommunikálni az emberekkel, mert ugye így elsőre, hogyha belegondolunk, félelmetes az, hogy meg is kell szólítanom, hogy beszélgetnem kell, vagy le kell vágnom a haját, hogy hozzá kell nyúlja, hogy szóval, hogy az egész ez így mennyire van így affinitásom. És aztán végül minél többet dolgoztam, meg minél ügyesebb, meg bátrabb voltam benne, annál jobban élveztem. Vagy szerettem azt, meg a mai napig szeretem azt, amikor mondjuk így leveszed az emberről a beterítőket, de tök mindegy, hogy fiú vagy lány, vagy hogy mit csináltam vele, de hogy utána belemosolyog a tükörbe. Általánosságban az anyagmennyiség az a munkának a 20%-a. Hogyha mondjuk nyitunk egy kisebb üzletet, akkor mondjuk egy ilyen 300.000 forint értékben vásárolunk el a dolgokat, és utána ugye hónapról hónapra felírjuk azt, hogy miből mennyi fogyott, és akkor éppen aktuálisan majd megint 10 év vásárolunk valamennyit. Egy hónapban nekem körülbelül ilyen 60.000 forint körül anyagmennyiséget használok el. Nekem fontos volt az, hogy olyan termékeket keressek, ami sokkal inkább bőrbarát és környezetbarát. Majdnem mindegyik termék 100%-ban növényi alapú, vegán, parabén, szulfát és gluténmentes, hogy ugye az allergéneket ki lehessen szűrni. És jelenleg ezzel dolgozom. Úgy szokták elkezdeni, hogy dolgoznak alkalmazottként először, mert mindenféleképpen kell egy szerintem legalább egy év arra, hogy így az ember ilyen komfortosan mozogjon így a szakmába, meg fontos, hogy tovább képzésekre járjon. Minél ugye több képzésre megy el, annál több szolgáltatást tud nyújtani. Vállalkozást a legtöbb fodrász a katát váltja ki, ugye ez a kis adózó, és azzal dolgozik, mert ahhoz nem kell egy céget alapítani. Az ember az beküld egy dokumentumot, hogy ki szeretné váltani a kisvállalkozóit, akkor megy még egy-két papírozás, beszkennelési felesleges körök, vagy ilyen papírozgatások, és utána tulajdonképpen a könyvelőt intézi a dolgokat. A kezdő fodrászként én azt mondom, hogy egy ilyen 200.000 forint környékén lehet így biztosan megkeresni, viszont egy-két éven belül, hogyha az ember ugye hajlandó befektetni saját magába, hogy minél több tudást szerezzen, akkor egy-két-három éven belül viszont akár a 500.000 forintot is megkereshet. Szerintem, amit a legtöbbet használunk, az a hajszárító és a kefe, illetve én festeni is szoktam, melírozni. Ahhoz is van egy régebbi eszköz, a melírfésű,
amit most már ritkábban használnak, mert azt a fűzött melírt, ami régebben volt divat, tudjátok, az ilyen nagyon csíkos, azt már kifejezetten nem kérik. Most jön vissza az, hogy egyre több olyan vendégem van, aki dalját kér, fiúk is, lányok is, ami azért jó, mert a környéken, ahol dolgozom, az ilyen, mit tudom én, kiöregedett Marika néni leszámítva, senki nem csinál dalját. Úgyhogy érdemes az olyan dolgokba is egy kicsit így belefektetni, ami nem annyira népszerű, meg sose lehet tudni, hogy mi lesz majd megint népszerű. Ugye nem így fogjuk meg az ollót, hanem a gyűrűs ujjunkat tesszük bele. A kis ujj az azért van itt ez a rész, ez a ritkító ollónál is így van, meg a sima ollónál is így van, hogy itt támasztom meg a kis ujjamat, és amikor éppen fésülök, vagy hogy ne legyen így szana szét bele a szemébe, meg mit tudom én, akkor fogom, és itt meg tudom fogni így, és akkor ezzel a kezemmel még tudok dolgozni, ez pedig itt van. Egy héten van nálad, mit tudom én, 50-100 ember, és hétről hétre, aztán pedig hónapról hónapra, 50, meg 100, meg mit tudom én, attól függően, minden nap jönnek, és aztán van egy hónap, amikor meg van egy ember, akinek valami nem tetszik. Volt olyan, hogy mondták nekem, hogy jaj, hát az előző fodrász, akinél voltam, szörnyű munkát csinált, nézd meg, elrontotta, belefésültem, nem volt elrontva. Tök jól le volt vágva, tök jól meg volt csinálva, és akkor ilyenkor mindig szoktam mondani, hogy elsősorban nem csak az a fontos, hogy te milyen technikákat ismersz, vagy hogy hogyan dolgozol, hanem az is, hogy mennyire van meg az összhang a két ember között.